Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások. Az államfő a parlamentbe jutott pártok képviselőivel egyeztet egész héten. Ma dr. Pásztor Bálint találkozott Alexander Vučićjal, a részleteket megtudhatják a műsorból. Ezután a Magyar Nemzeti Tanács aktuális pályázatairól lesz szó, illetve az MNT múlt heti ülésén elfogadott oktatási és kulturális stratégiákról. Beszámolunk a csantavéri útjavításokról és az állattenyésztőket érintő nehézségekről is. Lesznek könnyedebb témáink is. Túrián jártunk a Kolbász Fesztiválon, és a Vajdasági Kamara Táncegyüttes tájolásának részleteiről is lesz szó. Tartsanak velünk! Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások, az államfő a parlamentbe jutott pártok képviselőivel egyeztet egész héten. A Vajdasági Magyar Szövetség vezetői Szerbia jövőjét is érintő prioritásokról, a következő időszak terveiről, a kormánykoalícióban történő részvételről és a vajdasági magyarság legfontosabb kérdéseiről egyeztettek Alexander Vučić köztársasági elnökkel. A kormányalakítási folyamat következő lépése a VMS szempontjából a koalíciós szerződés aláírása lesz a szerb haladó párttal, amelyre a várakozások szerint nem sokára sor is kerül. Az egyeztetés után Markovics Anna Mária kérdezte a részletekről a VMS megbízott elnökét, dr. Pásztor Bálintot. Köszöntöm Önöket! A Vajdasági Magyar Szövetség küldöttségét fogadta Alexander Vučić szerb köztársasági elnök kedden Belgrádban, hogy a kormányalakításról tárgyaljon a Vajdasági Magyar Közösség parlamentbe jutott pártjának képviselőivel. Hogy miről szólt ez a tárgyalás, arról dr. Pásztor Bálintot, a VMS megbízott elnökét kérdezem. Üdvözlöm! Körülbelül egy óránál tartott ez a megbeszélés. Milyen témákat érintettek? Arról beszélgettünk, hogy hogyan látjuk Szerbia jövőjét, és hogy a Vajdasági Magyar Közösség legitim politikai ereje a Vajdasági Magyar Szövetség számára mi a prioritás és mi fontos. A 2027-ben megrendezendő Expo világkiállítás olyan lehetőségeket tartogat Szerbia számára, amelyeket kihasználván számos olyan projektumot meg tudunk valósítani, amelyek magyar szempontból is lényegesek, illetve a vajdasági községek és városok szempontjából. Átadtuk a köztársasági elnöknek a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós szerződés tervezetét. Ugye ez most az első alkalom, amikor külön kell választani a köztársasági elnök és a szerb haladó párt elnökének a tisztségét, úgyhogy most tisztségekről nem beszélgettünk, projektumokról beszélgettünk, arról beszélgettünk, hogy hogyan látjuk mi Szerbia fejlesztését, természetesen azoknak a részeknek a fejlesztését, amelyek a magyarok által is lakottak. Úgyhogy beszélgettünk például az Óbecsét Topolyával összekötő útnak a felújításáról, ennek a szükségességéről és elengedhetetlenségéről. Beszélgettünk Bánáti utakról, beszélgettünk a Szabadkát Zentával összekötő útról, beszélgettünk az ivóvíz problémájáról, amely egész vajdaságot hihetetlen mértékben terheli, és arról, hogy a 21. században ez nem lehet egy elvárás a lakosságnak a részéről, és hogy megoldást kell találni az ivóvíz minőségének a javítására vonatkozóan. Beszélgettünk Palics fejlesztéséről, arról, hogy mit kell még Palicson megvalósítani, annak érdekében, hogy ne csak Palicsnak és Szabadkának jelentsen ez plusz lehetőségeket, hanem akár Magyar-Kanizsa községnek, akár Zenta községnek, Topolyának, tehát a környező településeknek, önkormányzatoknak, az egész régiónak. És arról is beszélgettünk, hogy természetesen mi a Vajdasági Magyar Szövetséget a kormánykoalíció részeként látjuk a jövőben is, ahogy ez működött az elmúlt 8-9 évben is, és most is a programunknak a megvalósítása jelenti az első számú prioritást. Az, hogy ezt milyen tisztségek betöltésével tudjuk elérni, ez abszolút másodlagos és mellékes kérdés, erről ma nem is volt szó. Picit érinteném csak ezt a kérdést, hogyha nem is a funkciókat, 7 államtitkára volt az elmúlt időszakban a Vajdasági Magyar Szövetségnek különböző területeken. Ugyanezekben a területekben érdekeltek ismét?
8 államtitkára van jelen pillanatban a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Ezek azok a minisztériumok, amelyek a magyarok szempontjából fontos ügyeket viszik, vagy pedig infrastruktúra fejlesztés szempontjából fontosak. Hogy most egy-két minisztériumban esetleg lesz-e változás, elképzelhetőnek tartom, hogy lesz változás, hiszen például az igazságügyi minisztériumban azért kértünk államtitkárt, mert zajlott az igazságügynek a reformja. Ez már nem számít akkora prioritásnak, mint az előző mandátumban. Természetesen az fontos, hogy a magyaroknak az aránya növekedjen a bíróságokon és ügyészségeken, de ez most már nem a minisztériumnak a hatásköre, hiszen módosult az alkotmány, és nem is a parlamenté, de nagyjából azokban a minisztériumokban szeretnénk államtitkári szinten jelen lenni, amelyekben az elmúlt időszakban is jelen voltunk. Önök meghallgatták a köztársasági elnök, vagy elfogadták a köztársasági elnök meghívását, és így tett még önök előtt két lista, illetve önök után most egy, várhatóan holnap még két ilyen találkozóra kerül sor, de négy parlamentbe került lista azt mondta, hogy nem szeretne tárgyalni az államfővel. Önnek mi erről a véleménye? A köztársasági elnöknek alkotmányos kötelezettsége a parlamentbe képviselőket juttató választási listák képviselőivel tárgyalni a kormányalakításról és meghallgatni a véleményüket. Én azt gondolom, hogy semmi nem indokolja azt, hogy bármely lista ne éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen az, ha a köztársasági elnökkel az ország jövőjéről és a kormány esetleges fölállásáról, vagy pedig összetételéről beszélgetnek, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a pártok, vagy ezek a választási listák a kormánykoalíció részévé válnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyik listának részt kellett volna vennie ezeken a konzultációkon, de természetesen minden választási lista, illetve párt eldönti, hogy a saját szavazói szempontjából mi számukra a legcélszerűbb. Én azt gondolom, hogy egyik pártra sem azért szavaznak az emberek, hogy az a párt később ne az intézményeken belül próbálja meg az adott választói közösségnek az érdekeit érvényre juttatni, hanem az utcán vagy bárhol máshol. Mikor várható a koalíciós szerződés aláírása, illetve ön szerint mikor lesz kormány? Ez a mai volt az első lépés a koalíciós tárgyalások megkezdéséhez vezető úton. Arra számítok, hogy nagyon hamarosan a Szerb Haladó Párt elnökével egy asztalhoz fogunk ülni, és elkezdődnek az érdemi koalíciós tárgyalások, és arra számítok, hogy valamikor március első felében megválasztásra kerülhetne a parlament elnöke, alelnökei, bizottságai, delegációi. Hát azt követően meg én bízom abban, hogy mi hamarabb lesz kormánya az országnak. Nem mernék jóslatokba bocsátkozni, hogy ez március végéig vagy áprilisban fog-e megtörténni, de mi örülnénk annak, ha ez mielőbb megtörténne. Köszönöm szépen. A köztársasági elnök folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a pártokkal, a kormánynak pedig legkésőbb május 6-áig kell megalakulnia. A Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága tegnap, azaz február 26-án 6 pályázati felhívást tett közzé művelődési, civil szervezeti, oktatási és tájékoztatási projektek támogatására. Ezek részleteiről és persze a múlt heti ülésen elfogadott kulturális és oktatási stratégiával kapcsolatban Fremond Árpádot, az MNT elnökét kérdezem. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm és köszöntöm a kedves tévénézőket. Tehát beszéljünk először a pályázati kiírásokról. A területeket felsoroltam, de milyen pályázati kiírások jelentek meg? Nagyon fontos elmondanom azt, hogy volt egy apró költségvetési módosításunk is napirendi pontként a Magyar Nemzeti Tanács ülésén, ami arra vonatkozott, hogy a civil szervezeteknél növeljük meg a támogatási keretet. Eddig ezekre a pályázatokra, ezekre a kiírásokra körülbelül 15 millió dinár állt rendelkezésre, mi most ezt 20 millió dinárra tudtuk megnövelni. Azt gondolom, hogy ez a kereteknél ez nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy mennyire érezzük mi a Magyar Nemzeti Tanácson belül, hogy mennyire fontosak ezek az egyesületek működései. Láttuk azt az elmúlt években, hogy nagy az igény, láttuk azt, hogy nagyon sok pályázat érkezik, látjuk azt és érezzük azt, hogy nem mindig tudunk mindenkinek eleget tenni, de
mivel a tavalyi évben is nagy volt a túljelentkezés, ezért úgy gondoltuk, hogy meg kell növelni a kereteket, és minél több egyesületnek, minél több rendezvényt segíteni és támogatni kell. Milyen rendezvényekről van szó, mit tudnak támogatni? Így van. Van egy keretünk, ami 6 millió 300 ezer dináros keret. Ez a művelődési egyesületeknek a támogatása és a kultúrában tevékenykedő egyesületeknek a támogatására van kiírva. Ehhez kapcsolódik még egy pályázat, amely a kiemelt jelentőségű rendezvényekre van kiírva 1 millió 800 ezer dinár értékben. Hogyha ezt összeadjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag közel fele itt az eszközöknek művelődéssel kapcsolatos lehetőségek. Van egy pályázati kiírásunk, ami a civil szervezeteknek van kiírva, ez 3 millió 600 ezer dinár értékben tudnak majd a civilek pályázni, szintén az egyesületek tevékenységére és az egyesületeknek a fenntartására, és ahol még egy nagyobb növelés van, az a kiemelt jelentőségű oktatási intézmények, itt több mint 4 millió dináros a keret, nem sok olyan intézmény van, ami külön kiemelt jelentőségű, ahol gyakorlatilag csak magyar nyelven folyik az oktatás, de azt gondoltuk, hogy ezek az intézmények megérdemlik azt, hogy nagyobb keretből és nagyobb pályázati keretre tudjanak pályázni, és hogy több összeg jusson ezeknek az intézményeknek, és természetesen a nem kiemelt jelentőségű oktatási intézményeknek is van egy 1 millió 800 ezer dináros kerete. Ugye azt gondolom, hogy összességében nagyon pozitív az, hogy most itt az év elején már sor került ezeknek a pályázatoknak a kiírására. Április 2-áig gyakorlatilag húsvéti ünnepek utánig lehet pályázni. Mindenkinek, minden civil szervezetnek, akik gyakorlatilag bejegyzett tevékenysége van és közösségépítő tevékenységet folytat, hogyha úgy tetszik, akár rendezvényekre, akár különböző eszközöknek a vásárlására, ezt minden egyesület el tudja, és annak vezetősége el tudja saját maga dönteni, de fontos az, hogy ezt ki tudtuk írni, arra számítunk, hogy valamikor április folyamán el tudjuk bírálni ezeket a pályázatokat, és abban bízom, hogy májusban pedig kifizetésre tudnak kerülni a különböző összegek. Mekkora támogatásokról beszélünk így egy-egy pályázatról? Egy-egy pályázat esetében itt az átlagot, hogyha vesszük, akkor azt tudom mondani, hogy 30 és 80 ezer dinár között tudunk az egyesületeknek támogatást biztosítani. Természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy szórványközösségről van szó, vagy azt is figyelembe vesszük, hogy esetleg önkormányzati szintről maga az önkormányzat tudja támogatni az egyesületet, vagy nem tudja támogatni. De azt gondolom, hogy ebből a keretből igazából egy nagyon szép rendezvényt meg lehet szervezni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Vajdaság szerte nagyon sok településen és nagyon sok egyesületen keresztül hozzá tud járulni a közösség építéshez, tehát része tud lenni a vajdasági magyarság hétköznapjainak. Térjünk át a múlt heti nemzeti tanácsülésre. Két nagyon fontos stratégia került elfogadásra, válasszuk szét a kettőt, először az oktatási stratégiáról. Mit emel neki? Ez egy nagy, hatalmas dokumentum. Hónapokon át dolgozták ki, de mégis mi a sarkallatos pontja? Nagyon fontos megemlítenem azt, hogy az oktatási stratégia az úgy tevődik össze, hogy van egy általános helyzetképünk az oktatás tekintetében, tehát leírjuk azt, hogy a rendszerben mennyi gyermeket látunk, akik anyanyelvükön tudnak tanulni. Két olyan fontos alappillér van, amire épül maga az egész stratégia. Az egyik az az, hogy anyanyelven biztosítsuk mindenki számára azt, hogy tudjon tanulni, tudjon tovább tanulni. A másik pedig az, hogy megfelelően segítsük a környezetnyelv, gyakorlatilag a szerb nyelvnek az elsajátítását is, hogy minél versenyképesebbek tudjanak lenni a fiataljaink. E körül épül az egész, tehát van egy általános felmérés, és utána van egy cselekvési terve az oktatási stratégiának, amelyben pontosan leírjuk, hogy mikor, mit szeretnénk az elkövetkezendő időszakban megvalósítani, és melyek azok a területek, amelyekre mindenki fókuszálni szeretnénk, és melyek azok az intézkedések, amelyeken keresztül azt szeretnénk elősegíteni, hogy még erősebb, még jobb, és még versenyképesebb diákjaink, illetve generációink legyenek. Nagyon fontos megemlítenem azt, hogy például egy intézkedés az, hogy szeptembertől minden olyan gyermek számára, aki anyanyelvén írja be a középiskolát, vagy anyanyelvén fog tovább
tanulni középiskolában. Egy egyszeri segít, egy egyszeri támogatást szeretnénk elindítani. Ezzel azt gondolom, hogy arra elég lesz, hogy megvásároljanak különböző tanászközöket a családok, a felszerelése megvenni a gyermeketnek, hogy mégis felhívjuk arra a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy anyanyelven tanuljon valaki tovább középiskolában, de ugyanúgy kiemelném az ösztöndíj programunkat és az ösztöndíj rendszernek a fenntartását, illetve a középiskolai kollégiumi rendszernek a bővítését. És egy ugyanilyen nagy munkának az első felvonására tettek pontot, mert elkészült és elfogadták a kulturális stratégiát, ami felöleli tulajdonképpen vajdasági kulturális intézményeket a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig. Itt is ez egy hatalmas munka volt, itt is számos pontot ölel fel ez a stratégia. Mi a legfontosabb, hogyha a vajdasági magyar kultúra fennmaradását, megmaradását és fejlesztését nézzük? A művődési egyesületek az elmúlt évtizedekben vagy az elmúlt évszázadban nagy jelentőséggel bírtak a közösség megtartása szempontjából. Az értékmegőrzés, a hagyományőrzés az kiemelten fontos, hiszen így tudjuk az identitásunkat megőrizni. Sok esetben a nehéz időszakban a művődési egyesületek voltak azok, amelyek megőrizték ezt a közösségét a hagyományaink által, ahol a nyelvet meg tudták őrizni, és most is a szórványban sok esetben csak a művődési egyesületek azok, ahol a magyar nyelvet használják gyakrabban, és amely ezt a közösséget talpon tudja tartani. Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy egy olyan stratégiát fogadtunk el, amely előremutató, amely ezt a közösséget talpon tudja tartani a kultúra területén is. Maga a stratégia úgy épül fel, hogy van benne egy rész, amely a népszámlálási adatokat dolgozza fel, tehát most a Magyar Nemzeti Tanácsnak a 4 területből gyakorlatilag most már minden területre van elfogadott stratégiája, és a kulturális stratégiába beépítettük a népszámlálási adatokat is, ez mellé belett építve a felmérés is, hogy a kultúra területén milyen tagsággal, milyen módon és hogyan működnek a művődési egyesületeink, és hogy mind kellene javítani az elkövetkező időszakban. Milyen stratégiát, vagy milyen tervek? Igen, tehát ez az első része magának a stratégiának. A második az, amiben van egy helyzetkép, amiben leírjuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy még hatékonyabbak legyünk. És természetesen végezetül benne van az is, hogy milyen cselekvési tervet kell majd elkészítenünk az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, és milyen intézkedéseket kell tenni. Fontos megemlítenem azt is, hogy a Szekeres László Alapítvány tekintetében itt az elkövetkezendő időszakban szorosabbra fűzzük az együttműködést a Magyar Nemzeti Tanácson belül, hiszen ugye a Magyar Nemzeti Tanács megalakulása után ugye létrehozta az alapítványt a Szekeres László Alapítvány, még hatékonyabbá szeretnénk tenni a munkát az alapítványon belül, és nagyon fontos az, hogy minden tevékenység továbbra is megrendezése és megszervezése kerül a Szekeres László Alapítványon belül, ahogy az eddig történt, és már a stratégiában is gyakorlatilag a stratégiát is már így fogadtuk el. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos lépés volt, de összességében, ha megnézzük, akkor olyan intézkedések vannak, amelyek ezt a közösséget talpon tudják tartani az elkövetkezendő időszakban is. Jók a felmérések, jók a meglátások, benne vannak az egyesületek, benne van az egyesületnek a munkája, a tevékenysége, nekünk pedig az elkövetkezendő időszakban a kultúra és az oktatás területén is azzal kell foglalkoznunk, és természetesen a tájékoztatás vagy az írás és a nyelvhasználati stratégia esetében is, hogy megvalósítsunk minél inkább több dolgot a stratégiák esetében. És a kultúránál még végezetül azt emelném ki, hogy jó néhány olyan nagy projektum van benne, amely a közösség szempontjából fontos lesz. Itt művődési házak, vagy akár a Magyar Szó Székháznak a felújítása, egyéb más projektumok, templomok, különböző intézményeknek a segítése, fejlesztése, ez mind-mind szerepel a stratégiákban, és nekünk most már az elkövetkező időszakban az összes stratégia esetében a megvalósításra kell fókuszálnunk. További sikeres munkát kívánok. Köszönöm, hogy a vendégem volt. Köszönöm a lehetőséget. A Vajdasági Magyar Szövetség Csantavéri helyi szervezetének kezdeményezésére, helyi vállalkozók támogatásának köszönhetően és részben önerőből
10 tonna hideg aszfaltot vásárolt a csantavéri helyi közösség. Az utcákban keletkezett kátyuk foltozását ideiglenes megoldásként szervezték meg, amíg a tervezett nagyobb útjavításokra, aszfaltozásokra várnak. Akciójuk már a végéhez közeledik. A csantavériek közlekedését igencsak megnehezítették a kátyuk több utcában is. A letöredezett útszélek és a kisebb-nagyobb lyukak miatt az autósoknak fokozottabb figyelemmel kell vezetniük, nehogy megsérüljön a járművük. A kerékpárosok helyzete sem könnyebb, mondja Hubai Ernestina. Gyakran le kell menniük az útról, hogy kitérjenek az autósok elől. Sok kátyú van az utcákban, és kerülgetjük, az autók is nehezen közlekednek, és nagyon, nagyon jó, hogy megcsinálja valaki. Az utakat be is gondol ránk, az utcabeliekre főleg. Igen, mert ezek mellékutak, ugye, igen, vagy utcák. Igen, ezek mellékutcák, és nagyon örülünk, hogy valaki ránk gondolt. Nem csak a polgárok örülnek a kátyuk megszüntetésének. A tűzoltók számára különösen fontos a munkájuk során, hogy az utak biztonságosak legyenek. Mondja Juhász Vilmos, a csantavéri önkéntes tűzoltó testület végrehajtó bizottsági tagja. Köztudott, hogy a tűzoltóság, mikor riasztást kap, akkor fontos a sebesség, hogy minél gyorsabban odaérjünk, és hogyha ezek az utak biztonságosak, nem kátyúsak, akkor mi is a helyszínen sokkal gyorsabban oda tudunk jutni, és nem sérjük, nem károsítjuk meg az autó járművenkét. És éppen itt, ahonnan indulnának, itt is eléggé rossz állapotban volt az út már, ugye? Igen, ez az utca, ez a Kanizsai utca elég rossz állapotban volt, és akkor ez lett egy kicsit felújítva. Természetesen eltűrne még egy burkolatot, de a fontos kátyuk, ami ütőkátyuk, lukak, azok belettek tömve. Így hiszem azt, hogy sokkal biztonságosabban tudunk mi is kivonulni, meg a polgárok, akik használják ezeket a közutakat. Csantavér utcáinak mintegy 60%-a betonos és vegyesen aszfaltos út. 40%-a még vár arra, hogy szilárd útburkolatot kapjon. Idén is tervben van néhány utca aszfaltozása, így ez az arány hamarosan változni fog. Addig is a helyi közösség megszervezte az utak kátyúzását. Facebook oldalukon arra kérték a lakosokat, hogy amennyiben kátyúkat észlelnek valahol a faluban, jelezzék nekik, és intézkedni fognak. Amíg a komoly szanálások, javítások, nagy befektetések még nem történnek, addig úgy döntöttük, hogy mi helyileg, önerőből, támogatók által megszervezzük az ilyen például kátyújainknak a szanálását. Ez nagyon fontos a mindennapjaink életében, a biztonságosság, járműveink megóvása szempontjából. Ez a kátyúzás mellett, ugye, ami csak akkor mikor már meg van javítva, akkor már föl se tűnik senkinek, viszont amíg létezik, addig igenis idegesítő és zavaró. Most emellett hatékonyan megoldottuk nagyon sok utcának, és a falu körüllevő utcának a martaszfalttal a frissítését, javítását. Sikerült 1500 köbméter martaszfaltot pályáznunk a szerbiai utaktól, és ezt tervszerűen meghirdettük ugye a médiában, itt a faluban, a helyben, jelentkeztek a titkárnőmnél, így 29 utcát megjavítottunk, 4 tanyára helyrehoztuk az utakat, hogy a tejet nyugodtan el tudja vinni a tejfölvásárlógyár, őnekik is az életük, hogy meglegyen könnyítve, emellett a mezői utakat folyamatosan kövezzük, úgyhogy ez mind hozzájárul ahhoz, hogy az életünk minősége javuljon. Ez is annak a jele, hogy egy ilyen Vajdasági Magyar Szövetségű vezetőségű falunak van ereje, van tetrekészsége. A kátyúzást a napokban befejezik Csantavéren. A munkába besegítettek a helyi vállalkozók, akik munkaerőt, üzemanyagot, gépeket adtak, ki mit és mennyit tudott. Sőt, gyakran a lakosok is részt vettek a munkában, hangsúlyozta a helyi vezető. A
A Szabadka és Csantavér közötti útszakasz állapotát is szívén viseli a csantavéri helyi közösség. A lakosok jelzésére reagálva, a közbenjárásukra a Vojput munkagépei rendezték az utat Szabadka Sándorváros részében, a Csantavér felé vezető lejáratnál. Az év elején a Vajdasági Ifjúsági Fórum közgyűlése új elnökséget választott 2 éves mandátummal, a VIFO új elnöke Szabó Szabados Ádám, akit az ifjúsági szervezet munkájának részleteiről kérdezek. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban, itt a közügyekben. Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket. Tehát először is mit jelent számodra így személyesen, hogy az elkövetkező 2 évben a VIFO elnökének szavaztak meg? Hát ez mindenképpen felemelő érzés, és ugyanakkor nagy felelősségvállalás is, de örülök annak, hogy egy olyan csapatot tudhatok magam mellett, akikkel minőségi rendezvényeket tudunk kivitelezni. Így személyesebb terekre még ez egy nagy fejlődési lehetőség számomra, illetve egy nagy kilépés így a komfortzónából. Mik a fő célkitűzéseid, mint elnök, hát mint egy csapatnak a vezetője, mit szeretnél elérni ebben a 2 évben? Amikor először megválasztottak elnöknek és megalakult az új elnökség, akkor az első dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy kicsit nagyobb mértékű frissülést ért meg a tagság, ami azt jelenti, hogy mindenképpen először az elnökséget szeretném minél jobban felépíteni, egy olyan rendszert, ami aztán hatékonyan tud működni. Emellett erre építkezve a többi cél úgy szintén a tagságot érinti, mivel ez is hozzátartozik ahhoz, hogy megfelelő rendezvényeket tudjunk megszervezni. Emellett hangsúlyt fektetünk a kapcsolatokra és más tagszervezetekkel, és ezeket tovább erősíteni, és ezáltal talán még több lehetőséget kiaknázni a jövőben. Nézzük akkor talán először az elnökséget, hogyan épül fel, milyen szakterületek vannak. Most az elnökség 7 tagból áll, egy elnök és 2 alelnökkel az élen. Az elnökség feladata legfőképpen a szervezetet érintő nagyobb döntések meghozatala, amiben természetesen a tagságot is bevonjuk, illetve az elnökség tagjai kezelik a különböző adminisztratív, illetve rendezvényszervezési folyamatok menedzselését, ami azt jelenti, hogy a szakcsoport koordinálás az legfőképp az elnökségre irányul, de emellett a tagságnak is van lehetősége ebbe bekapcsolódni. Ami úgy szintén az elnökségnek egy nagy feladata, hogy a tagságot összetartsuk, és aztán megvalósítsuk a céljainkat. Egyébként hány tagja van most a VIFO-nak? Meg hogy tudjátok a fiatalokat megszólítani? Ugye ez egy ilyen, a VIFO-ban mindig egy olyan korosztály van, aki mindenre nyitott, aki mindent ki akar próbálni, aztán amikor belépünk a nagybetűs életbe, akkor sajnos ezek a dolgok is lassan kikopnak. Hát valóban így van, legfőképp az egyetemistákat szólítjuk meg, tekintettel arra, hogy hát a közösségi média a legegyszerűbb mód arra, hogy megszólítsuk őket, így leginkább az, illetve a rendezvényeink is a közösségi médián kerülnek kinyilvánításra, így úgy tudjuk elérni őket leginkább. Emellett igyekszünk már a középiskolás időszakban is megcélozni a fiatalokat, akár különféle szervezeti bemutatók formájában. És igaz, hogy úgymond a célcsoport, így a magyar egyetemisták nem annyian vannak most, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt, így például okáért az például az 1000 fiatalból hamarabb találunk 10 motiváltat, mint a 100-ból, de büszkék vagyunk arra, hogy így is sikerül eljuttatnunk az üzenetét feléjük is, motiválni arra, hogy csatlakozzanak és együtt tevékenykedjünk. Nézzük, milyen programokat szerveztek idén, beszélgettünk. Azért szép programokat szerveztek ősztől, tavasztól őszig. Igen, most így időrendi sorrendben mennék. Márciusban egy bulival nyitnánk, utána érkezik egy bál, majd a Szabad Egyetem megszokottan júliusban,
majd így az őszben önően érkezik egy itthon határtalanul konferencia, egy diák hétvége és egy bál, és emellett még az október első heteivel természetesen egy gólyabuli, ami a legnagyobb olyan rendezvény a bál után, illetve a Szabad Egyetem, de ez egy teljesen más kategória, mivel így októberben tényleg az elsős egyetemistákat, a gólyákat tudjuk így megcélozni egy ilyen bulival, és személyes tapasztalatokra is alapozva, hogy én is először egy gólyabuliban hallottam arról, hogy a WIFO létezik. Ugye a legközismertebb rendezvényetek az a Szabad Egyetem, lehet tudni már róla. Mit szerveztek, mi lesz az idei fő témája, irányvonala? A szervezésnek az alapfolyamatai elkezdődtek. A csapatunk az jelenleg folyamatban, és már szinte össze is állt, ami azt jelenti, hogy elkezdődtek bizonyos tevékenységek. Több témánk is van jelenleg terítéken, amit igazából a rendezvény kinyilvánításával egy időben hoznánk nyilvánosságra, de kapcsolódhat akár az előző témákhoz. Mondjuk idén, meg az elmúlt időszakban az egészséges életmód mondjuk egy populáris téma. És nyilván még sok téma lesz a többnapos rendezvényen. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és sikeres munkát kívánok az elkövetkező nem csak két évben. Köszönjük szépen! Először fordult elő a kormányalakítási tárgyalások során, hogy a köztársasági elnök és a választást megnyerő párt elnöke nem ugyanaz a személy, ezért a köztársasági elnökkel a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői inkább Szerbia jövőjéről, mintsem politikai funkciókról tárgyaltak, hangsúlyozta a Pannoner TV-nek adott interjújában dr. Pásztor Bálint. A VMS megbízott elnöke rámutatott, arról beszélgettek az államfővel, hogyan látja a VMS Szerbia magyarok lakta részeinek, településeinek a fejlesztését. További 4 millió dinárral bővült Topolya község energiahatékonysági pályázatának keretösszege. A községben korábban 113 szerződést írt alá Szatmári Adrián Topolya polgármestere a pályázókkal, illetve a kivitelező cégekkel. Mivel az eredeti keretösszeget kimerítették, az önkormányzat úgy döntött, hogy további 2 millió dinárt irányoz elő, valamint a Bányászati és Energiaügyi Minisztériumtól is ugyanennyi támogatást igényelt annak érdekében, hogy mindenki, aki hiánytalan pályázatot nyújtott be, támogatásban részesülhessen. Hivatalosan is megkezdte működését az új Nestlé gyár Szurcsimban, ahol növényi alapú ételek gyártását végzik majd. A gyár építési munkálatain több mint 2000 ember dolgozott, a mintegy 84 millió eurós befektetés 220 új munkahely teremtésére adott lehetőséget. Minden második szerbiai kiskorú átlagosan 13 éves korában próbálja ki először az alkoholt, minden tizedik pedig havonta legalább egyszer iszik. Ez derül ki a Batut Közegészségügyi Intézet adataiból. A szakemberek szerint az alkohol csökkenti az önuralom erejét. Dr. Diana Raketic, a belgrádi függőségekkel foglalkozó speciális kórház igazgatója a szerb közmédia műsorában azt mondta, nincs biztonságos mennyiségű alkohol, ami ne károsítaná a fiatalok agyát, ezért fontos a zéró tolerancia 18 éves korig. Szerbiában csak az elmúlt három év alatt a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok 20, míg a sertész tenyésztők száma 30%-kal csökkent, egyedül a méh családok száma bővült. Az érintettek úgy vélik, hogy a vajdasági állattenyésztők száma ettől jóval nagyobb mértékben csökkent. A gazdák szerint 30 éve folyamatosan rosszabbodik a helyzet. Vajdasága kiváló minőségű termőföldekről híres, amelyhez szervesen kapcsolódik az állattenyésztés is. Az elmúlt évtizedekben történő drasztikus változások miatt nagy számban csökkent az állattenyésztők száma. A sertéstenyésztés évek óta mélyponton van, jelen pillanatban 220-230 dinár között mozog a hízúk felvásárlási ára, és a kereslet is gyér. De hasonló a helyzet a juhtenyésztéssel is. Vagy a Kálmán József, Ilona falvi termelő. Ha egy szóval akarjuk mondani, ez a kihaló félbe van. Azért, mert tudjuk, hogy valamikor, hát ez itt érték volt a gyapjú, érték volt a tej, mindennek volt értéke. Most ez az egy bárány van, hát
és ezt fiatalok nem nagyon akarják csinálni, mert hát ez egy hogy kell mondani magyarul, majdnem úgy gyűnk, hogy ez egy rabság. Itten 25 órát kell dolgozni, hogyha az ember akarja, hogy az rendbe menjen az a munka, mert hát nem lehet itten, hogy majd hónap, meg itt nincs olyan, itt pláne mikor ellenek, meg mikor kicsik is vannak, azokat is rendezni, hát ez egy nagyon elfoglalt munka. Mit lehet elmondani a felvásárlási árakról? Van-e kereslet? Hát most jelen pillanatban van kereslet, még elég jó, elfogadható is az ár. Hát most... Mi az, ami segíteni tudna ezen az ágazaton? Hát ez jó kérdés, hogy mit tudna ezen segíteni. Hát ez... Az ember, ha fiatalabb volna, akkor nem néz hátra és csinálja, itten csak azt tud, mert itt egy nagyon... Nagyon el kell szánni az embernek magát, és akkor... Mert valamikor nagyon jó volt, ez jó, ez három hasznosítású volt, de most hát nem is tudom, mi segítene itt már. Itt ez a kis támogatás, ez segít még, amit segít, ez ha megszűnik, itt szerintem vége itten. Kis Róbert magyar kanizsai szarvasmarha tenyésztő szerint valamelyest most kicsit stabilabb lett az állattartás, amely a gabonaárak csökkenésével magyarázható, viszont a több évtizedes problémára nem ez jelenti a megoldást. Kereslet valamilyen szinten van rá, tehát azt látni, hogy azért szaladgálnak ilyen felvásárlók is, meg keresik okkal móddal. Na most a takarmányár, mivel olcsóbb lett, így ez az ár, tehát nem azt mondom, hogy nagyon jó, de így valamilyen szinten elviselhetőbb a termelők számában, mivel a takarmányok, úgy az abrak takarmány, mint a hereszéna is olcsóbb lett, mint a két évvel ezelőtti nagy árszökkenésnél volt, és... Hát okkal móddal a termelő talán le tudja fedni a költségeit, de tehát nem hiába csökken az a jószágállomány Szerbiában is, tehát ha valami nagyon jövedelmező dolog lenne, akkor mindenki ezzel kezdene foglalkozni, és mégsem. Tehát akkora nagy jövedelmezőség nincs benne. A 2023-as évi mezőgazdasági összeírás kimutatja, hogy főként az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok száma csökkent jelentősen. Szerbiában ez a negatív tendencia sajnos a támogatások ellenére sem állt meg. A minisztérium ugyan növelte a mezőgazdaságra szánt pénzeszközöket, viszont az érintettek úgy vélik, hogy ez nem segít a helyzeten. Lényegesen emelték a támogatásokat, például a hízókra 1000 dinárról 1500-ra, a hízóbikáknál 15 ezerről 22 ezer dinárra, a tejprémiumot állítólag 19-ről 22 dinárra, méhkaptárak után 800 dinárról 1000 dinárra, bárányok után 2000-ről 3000 dinárra, ezek jelentős pénzek, nagyon jól ki tudnánk a gazdálkodók használni, amennyiben ez valóra válik. Ezt szeretném még megjegyezni, hogy ez még mind csak szóbelileg hangzott el a megbeszélésben, mert a jelenlegi technikai kormánynak nincs is jogában aláírni és lepecsételni ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Reméljük, hogy az ígéretek valóra válnak, különben nagyon-nagyon mély krízisbe kerülnek a gazdálkodók. Említett, hogy mély krízisbe kerülnek a gazdálkodók. Per pillanat, mi jellemzi a vajdasági állattenyésztést? Vajdasági állattenyésztés nagyon nagyban megcsappant. Szerbiai átlagot tudok mondani, az utóbbi 5 évben a szarvasmarha állomány 20%-kal csökkent, a sertés állomány 30%-kal csökkent. Én úgy érzem és úgy tapasztalatom, Vajdaságban ettől sokkal nagyobb mértékben csökkent az utóbbi akár 2-3 évben már 20-30%-kal a szarvasmarha állomány, ugyanúgy a sertés állomány, talán még a juh állomány tartja valamennyire, de az is csökkenő félben van. Egyedül a méhek, méhkaptárak szaporodnak, méhcsaládok, ez evidentálva van a munkaviszony mellett és egyéb munkák mellett egyének, akik értenek a méhészethez, próbálnak ahhoz is folyamodni. Szép munka, hasznos munka, és tudjuk, hogy a méhtermékek milyen nagyon-nagyon egészségesek, ennek függvényében ez egy dicséretendő dolog. Ellenben általában a jószágtenyésztés, én úgy érzem, visszamenőleg a 60 évvel ezelőtti szintre lecsökkent.
A másik nagy probléma, hogy Szerbiában a mezőgazdasági termelők is igen idősek. Nagyon kevés új, fiatal gazdálkodót tartanak számon az országban, akik újabb állattenyésztési formákkal foglalkoznának, vagy legalább a családi bejegyzett gazdaságot tovább vinnék. A Vajdasági Kamara Táncegyüttes a Fokos zenekarral együttműködve egy igen sajátos táncelőadást hozott létre Tánc Történet címen, aminek jelenleg a tájolása folyik. A néhány évvel ezelőtt bemutatott előadásról és a vendégszereplésekről kérdezem Patyarek Csabát, a Táncegyüttes művészeti vezetőjét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Miről szól ez a Tánc Történet című előadás? Hát még a címe is sajátos. Igen, a Tánctörténet című előadás célja tulajdonképpen az, hogy a közönség minél mérehatóbban megismerhesse az európai, majd szűkebben a hazánk táncainak történelmi alakulását, hogy a különböző történelmi korszakok milyen hatással formálták, alakították a táncainkat, és tulajdonképpen hogyan maradt fönn egészen a mai formájában. Itt egészen a középkortól indulva mutatjuk be a táncok alakulását, fejlődését, és gyakorlatilag a zene, a vetítés, mert hogy vetítés is vezeti a történetet az előadás folyamán, és a tánc harmóniája az egészen különlegesen dolgozik és mutatkozik meg. Az érdekessége az, hogy 2019-ben született meg az előadás, két alkotópárossal dolgoztunk, Rémi Tündével, Appel Szofer Jánossal, Nagypál Anettel és Kádár Ignáccal. Ez tulajdonképpen azért érdekes, és azért továbbra is fontos számunkra ez az előadás, mert óriási lépést, szakmai szempontból óriási lépést tudtunk előre lépni, és igazán izgalmas volt ez a 6-8 hónap, amíg a munkafolyamat tartott. Fölváltva érkeztek hozzánk le az alkotók, és tulajdonképpen a táncanyag megtanulása után öntötték koreográfiába, majd pedig a zene ugye párhuzamosan a tánccal született. Nézzük akkor ezt a gondolatot, bontsuk ki, hát hogyan is alakult itt a vidékünkön az évszázadok, mert évszázadokról beszéltek folyamán a tánc történet a középkortól talán a napságig. Igen. Hát a középkortól ugye a leginkább legjellegzetesebb körtánc formától indulunk, és ugye a vetítés itt egy borzasztó fontos tényező, ugyanis olyan művészeti dolgokkal, képekkel, festményekkel, akár szecessziós épületekkel is alátámasztották, illetve vezették a történetet az alkotók, hogy még inkább érthető és világos legyen, hogy éppen melyik történelmi korban járunk, de a fegyvertáncokon keresztül hogyan alakultak ki később az ugrósok, a páros táncok, egy-egy keszkenő, egy-egy kiegészítő, akár szalag, akár fejkendő, hogyan épült be a viseletben, és ugye itt tehát a zenének is nagyon fontos szerepe van, mert az is végig a hosszú furjától a dudán keresztül egészen a vonós hangszerekig hogyan is alakult és fejlődött. Tehát érdemes egy pillantást vetni az előadásra. Említettél itt néhány táncot, összesen hány tánc formát mutattok be? Most ezt össze kellene számolnom. Nem is ez a legérdekesebb, hogy hány formát, hanem hogy technikailag igen magas színvonalat kíván meg a táncostól, hogy meg tudja valósítani azt az elképzelést, amit ugye az alkotók elénk tártak. És hát tulajdonképpen az előadásnak ez is a varázsa, hogy fizikailag végtelenül megterhelő, és azt hiszem, hogy és azt hiszem, azt is elmondhatom, hogy az együttesnek azért is kiemelten fontos ez az előadás, mert hát ahogy már korábban is említettem, tánc technikailag óriási fejlődést adott nekünk. Beszéljünk az együttes tagjairól, kik alkotják? Hát 2016-ban alakult meg a Vajdasági Kamara Táncegyüttes, ahhoz képest azért történtek cserék, tehát táncosok jöttek, táncosok mentek, hol elfoglaltság, akár a költözés is közre játszott, tehát azért itt voltak bőven táncos cserék, de a mai fölállása
gyakorlatilag azt kell mondjam, lefedi egész Vajdaságot. Tehát Kishegyesről, Topolyáról, Szabadkáról, Bársfekete-hegyről, Kishomokról, Magyar Kanizsáról is vannak táncosok, de megfordultak már Róbecséről, és... De ezt akkor hogy tudjátok összehozni a próba folyamatokat, ha egész Vajdaság? Igen. Hát a többi amatőr táncgyütéshez képest mi egészen különlegesen működünk, ugyanis projekt alapokon tudunk csak működni. Tehát amikor van egy elképzelés, van egy ötlet, azt támogatással tudjuk csak megvalósítani, és olyankor egészen kampányszerűen tudunk dolgozni. Tehát az azt jelenti, hogy elkezdjük a próbákat, elkészül az előadás, és akkor az előadáshoz, vagy a bemutatóhoz közel igazítjuk az összes többi tájolási időpontot, mert ugye minden felújítás az nekünk rengeteg idő, és hát ugye mindenki tevékenykedik egyébként is a saját együttesébe, vagy mint együttes vezető, vagy mint már nagyon régi motoros táncos, tehát elfoglaltak. Hozzátartozik még az is, hogy egy zenekarunk van, aki nagyon sok felé muzsikál, nagyon-nagyon le kell ülni, és a naptárat összehangolni. Kemény szervezés. Nem egyszerű, tehát itt nagyon, nagyon hónapokkal előre kell terveznünk, tehát az idei tájolási dátumokat is már bőven-bőven a tavalyi év végén, szeptemberében, októberében már meghatároztuk. Beszélgetés végére mondjuk el, hogy hol jár most a turné, a tájolás, mi lesz még? A Magyar Nemzeti Utalásnak köszönhetően tudtuk megvalósítani ezt a tájolási programot. Nagy Kikindán és Kishegyesen jártunk eddig, és ugye szombatokra lebontva most előttünk van még a temerini, illetve az újvidéki helyszín, és hát bízunk benne, hogy utána majd a határon túlon is be tudjuk mutatni majd ezt az előadást. Hát akkor a siker az biztos garantált. Se szerencsét, se sikert nem kívánok. További sikeres munkát. Köszönjük Köszönöm, szépen. Hogy voltál. Köszönjük szépen. A hétvégén 40. alkalommal került megrendezésre a hagyományos kolbászfesztivál Turián. A szervezők a tervezett központi humanitárius idegenforgalmi rendezvény előtt már megtartották a hagyományos árusítással egybekötött promóciót Belgrádban, Zomborban, Szabadkán és Újvidéken is. Magára a fesztiválra pedig rengeteg látogató érkezett bel- és külföldről egyaránt. Az idei rendezvényen rekordszámú kiállító, vállalkozó, kisiparos érkezett Túriára, a kolbássütődék és a zsúfolt Laci konyhák pedig azt bizonyították, hogy senki sem megy haza éhesen. Ez nagyon fontos erre mi környékünkre, ez a legnagyobb gasztronómiai rendezvény, ami összefogja az egész Vajdaságot, Szerbiát, sét, külföldöt is. Itt történik a legnagyobb, leghosszabb kolbásznak az elkészítése, amely minden évben rekordot dönt meg. Nagyon fontos ez a mi számunkra, nagyon sok ember jön össze, ez egy gasztronómiai, művelődési rendezvény. A háromnapos rendezvényre sok vidéki látogató érkezett. Tőlük is megkérdeztük, hogy miért jönnek évről évre a fesztiválra. Nagyon érdekesnek találjuk, és akkor meg vagyunk elégedve. Mi mindent láttak eddig Túrián? Hát kolbászt, akkor kirakodó vásárt, és akkor finom ebédet ettünk, akkor minden, ami mi nálunk nem kapható, az itt minden megvan. Terveznek valamit vásárolni is egyébként? Tervezünk, majd kolbászt veszünk, lókolbászt akarunk erre. A Szent Tamási önkormányzat folyamatosan támogatja a rendezvényt, hiszen a gasztronómiai esemény felkarolásával a turizmus fellendülésére és gyorsabb fejlődésére számítanak. 40 évvel ezelőtt, a 80-as években indult ez az egész rendezvény, ami nagyon gyorsan, nagyon híres lett. Nem csak Szerbiában, hanem határon túl is. 2013-ban a Guinness rekordot is felállítottuk, és ezzel hírét vittük a rendezvénynek. Önkormányzat a kezdetektől fogva támogatja a rendezvényt, és támogatni fogja közeljövőben is. Egy olyan rendezvény, ami gasztronómiai alapú, de viszont a turizmus nagyon szépen fejleszti. Tehát amire most Szent Tamás
fektet, hogy a turizmust egy másik szintre vigye fel, és ez a kolbásznapok egy nagyon jó lehetőség. A rendezvényt országosan is elismerik. A mezőgazdaság szempontjából is fontos, hogy a szerbiai húsból jó minőségű termékek készüljenek, és ezeknek meglegyen a megfelelő népszerűsítése is. Erre kiváló alkalom a Túriai Kolbász Fesztivál. Ovo je stvarno izvanredno, mnogo ljudi, mnogo kobasica, kvalitetnih, probali smo konzumacija, znači najbolje kobasice na svetu, mogu da kažem, i najduža po Guinnessovom rekordu. Sa željom, ono što sam rekao u govoru, da ovi naši majstori naši naprave kobasicu jednu do Beograda, do Novog Sada, od Vranja do Subotice. U narednim decenijama to im želim i normalno da imamo sirovina za svu tu kobasicu, što je najvažnije, gdje ćemo mi kao država i ministarstvo poljoprivrede da se potrudimo da to tako i bude. A Túriai Kolbász 2013-ban a világ leghosszabb kolbászaként a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Azóta a helyi böllérek minden évben egy méterrel hosszabbra készítik, a rendezvény megnyitóját követően pedig méterszámra árulják. Az idei 2040 méteres hosszú kolbászt néhány óra alatt szétkapkodták. ...2024. március 2-án újra Szent Tamás lesz Vajdaság népzenei fővárosa, az őseink zenéje rendezvény, amely évről évre nagyszámú érdeklődőt vonz a délbácskai városba. A népzene kedvelőinek az idén is alkalmat ad a találkozásra. A műsor sztárvendége a Pál István szalonna és bandája, vagyis a Magyar Állami Népi Együttes zenekara. Most nézzünk meg egy részletet a műsorukból, majd pedig a stúdióban folytatjuk a hétvégi esemény szervezését. A stúdióban vendégem Salamon Rudolf, az őseink zenéjét szervező Szent Tamási Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióba. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hát először is azért Pál István szalonna nagyon nagy név. Hogy sikerült őt leszervezni, hogy elmenjenek Szent Tamásra? Komoly segítséget kaptam Juhász Gábor barátomtól, és meg kell mondjam őszintén, hogy a szalonna is sokat segített abba, hogy úgymond
lejjebb engedte a kritériumjait, és sikerült beleépülni neki a mi költségvetésünkbe. Magyarán jócskán faragott le az árbu azért, hogy megtörténhessen ez a dolog. Úgyhogy hát elég komoly beszélgetések előzték meg ezt, tehát még nehéz volt elérni, de aztán végül is sikerült, miután pedig már a menedzser vagy a szervezőjük átvette a ő felülük az irányítást, onnantól már simán mentek a dolgok. De nem csak a Magyar Állami Népi Együttes zenekarra lép fel, más fellépők is lesznek. Kit láthat a közönség még? Hát valójában az őseink zenéje úgy is indult, mint a vajdasági vonós zenekarok koncertje vagy találkozója. Erre most mi próbáltunk egy kicsit úgymond átszervezni a dolgokat, mert eddig a népzenészek mindig dolgozni jöttek hozzánk, úgymond. Most ezzel a vendégszereplővel azt szerettük volna elérni, hogy végül úgy jöjjönek el hozzánk, mint vendégek, hogy egy kicsit élvezzék ők is a programot. Három műsorszámunk lesz összesen. Az első az a Szent Tamási Galáris Citera 3-as, az Arany János Művelődési Egyesület Citera 3-asa. Ők fogják megnyitni az őseink zenét, a 22. őseink zenét. Következik a Tambura zenekar, melynek magam is tagja vagyok. Mi leszünk a második műsorszám, és miutánunk pedig a Szalonna és Bandája lesz a koncert végéig, és utána is ők lesznek azok, akik a zenét szolgáltassák a táncházra, ami a koncert után következik be. Táncház nélkül nem is lett. 22. őseink zenéje. Beszéljünk kicsikét a rendezvény történetéről. Hogyan alakult, át az évek folyamán? Az őseink zenéjének megálmodója a valamikori Szent Tamási Arany János Egyesületnek a vonós zenekara. Azok sajnos már nem játszanak, sőt, nincsenek is az országban, szerte szét vannak. De ők voltak azok, akik megindították ezt az egészet, és mi pedig próbáljuk ezt fönntartani. Gondolom én, hogy elég mondjuk sikeresen. Minden évben vannak külföldi vendégeink is. Tavaly szegediek voltak. Mácsik zenekar is szerepelt nálunk, az is már volt vendégünk. Idén pedig ugye a Szalonna, és a külföldiek mellett törekszünk arra, hogy a elsősorban a Szent Tamási Egyesületek zenészeit engedjük kibontakozni, azon kívül pedig, ha van rá lehetőség, akkor persze a vajdasági többi népzenészt is alkalomtól függően, egyszer az egyiket, egyszer a másikat. Mit jelent a Szent Tamásiaknak ez a rendezvény? Szent Tamás sajnos lélekszámban igen fogy, mint ezt tapasztaltam más településeken is. A fiatalokban már nincs meg az a úgymond nemzeti öntudat, vagy ha meg is van, már nem olyan szinten, mint mondjuk 20 éve. Hagyományápolásra gondol? Hagyományápolás, a magyar népzene szeretete, a magyar népzán tánc szeretete. Ezt szeretnénk visszahozni, akiben nincs meg, megerősíteni abba, akiben már megvan. Úgyhogy szerintem ez egy fontos eseménye a Szent Tamási magyarságnak. És mondjuk így vajdasági tekintetben az őseink zenéje, ha nem is a ranglétrán, hogy ne próbáljunk sorba tenni senkivel senkit, milyen a jelentősége? A Magyar Nemzeti Tanácsnál mind kiemelt jelentőségű rendezvény szerepel, úgyhogy szerintem ez úgymond magáért beszél. Most rangsorolni az ilyen eseményeket hálátlan, talán nem is lehet, de szerintem, hogy egy fontos pontja a vajdasági magyar népzenének. Említettem, hogy március 2-án lesz a rendezvény, azért egy kicsikét a programot mondjuk el, meg azt, hogy van-e belépő? Belépő évek óta nincs. Ezt így próbáljuk megoldani. Különböző támogatásokkal persze, eddig sikerült is, és nem is tervezünk a jövőbe se belépőt szedni. Örülünk, ha minél többen eljönnek.
úgy terveztük az idei programot, hogy elsősorban a Szent Tamási Kézimunka Kedvelők klubja, mivel majd, vagyis majd úgy mondom, hogy ez a Szent Tamási általános iskolába, Jován Jovánovics Máj általános iskolába kerül megrendezésre, úgyhogy az egyik tanteremben a Szent Tamási Kézimunka Kedvelők klubja kézimunka kiállítást fog tartani. Azon kívül meghívtunk egy pár kézművest is, akik be fogják mutatni a saját munkáikat, gyöngyfűzés, mézes kalácskészítés, házi szappankészítés. Azon kívül nagyon jó barátom Micsik Béla, ő nevezte el így, egy citera simogatót fog tartani, aminek az a célja, hogy a kisiskolás, óvodás gyerekekkel megszerettessük, megismertessük a citerát, mint hangszert, a magyar népzenét, mint muzsikát, hogy egy kicsit megpróbáljuk fölpiszkálni bennük ezt az érdeklődést, ez a fajta zene iránt, ez a fajta hangszer iránt is. És aztán vannak a koncertek, amiről igen, már beszéltem. 6 órától kezdődik a citera simogató, 7 órától kezdődnek a koncertek, a koncert körülbelül 9 óráig tervezzük, onnantól kezdve pedig a szalonna fogja a táncház muzsikát szolgáltatni, utána pedig mindenkit úgy hívta meg minden ismerőst, minden népzenész ismerőst, hogy gyertek, mint vendégek, de ez nem zárja ki azt, hogy ne hozzatok hangszert, sőt, hozzatok hangszert, mert utána lehetőség lesz egy kis örömmuzsikára is. És mulatni akár. És mulatni is akár, így igaz. Köszönöm szépen, hogy a vendégem. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt már a Közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ismét várom Önöket hírháttérműsorunkban. További kellemes estét kívánok a viszontlátásra.